Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát látják. Tartsanak velünk! Ismerd meg az érzést, amikor egy sima utazásból első osztályú kaland lesz. Gondolkozz nagyobban az új Fiat Tipo családdal. Tipo Sport, személyiség. Tipo Mirror, technológia. Tipo Street, stílus. 5 év garanciával már 3.590.000 forinttól. Az úrnak Tipója van. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Borotai drogfogás. A 29 éves férfinél többféle kábítószer gyanús anyagot találtak a rendőrök. Szűkös volt már a hely, így nagyobb eladó és bemutató teret építenek. A Mertbau halasi telephelyén jövő májusra készül el az új üzletház és raktárcsarnok. Hozzájárulást és kompenzációt kapnak azok, akiknél átemelő szivattyús a szennyvízrendszer. A támogatás mértékéről a képviselőtestület döntött. Préseltek, táncoltak, szüreti mulatság volt a Bóbita óviban. Köszöntöm Önöket, csütörtöki élő hír összefoglalón következik. Úgy tűnik, kábítószert rejtegetett a borotai fiatalember. A jánoshalmi rendőrös munkatársai szeptember 25-én vettek őrizetbe egy 29 éves borotai lakost. A férfi házában tartott kutatás eredményeként 665 g kábítószer gyanús növényi származékot, 218 g fehér port és 27 g kristályos anyagot, valamint 68 darab tablettát, továbbá egyéb ismeretlen eredetű anyagokat találtak a rendőrök. A kábítószeren kívül az adagoláshoz szükséges eszközöket, valamint közel 800 ezer forint készpénzt is lefoglaltak a nyomozók az eljárás során. A gyanúsítottat őrizetbe vették az egyenruhások és kérték a letartóztatását. Kisebb csoportokban próbálnak meg magyar területre jutni a migránsok. Ma délelőtt tompán 9 óra 25 perckor egy belépő szerb kamion rakterében a rakomány között megbújva négy külföldit találtak. A férfiak afgán állampolgárnak vallották magukat. Hajnalban Kelebián a vasúti határátkelőnél öt külföldit tartóztattak fel. Ők szintén afgán állampolgárnak vallották magukat. A férfiak a vonat egyik vagonjában megbújva próbáltak jogellenesen Magyarországra jutni. Ezt megelőzően Herceg-Szántó külterületén 19 külföldit tartóztattak fel, ők is azt mondták, hogy afgánok. A rendőrök a hatályos magyar szabályoknak megfelelően ezeket a csoportokat visszakísérték a biztonsági határzárhoz. A Szegedivel párhuzamosan Kiskunhalason is közel milliárdos építkezésbe kezdett a Mertbau. A Jókai utcai telephelyükön 750 millió forintos beruházás keretében 1200 négyzetméteres kereskedelmi és 750 négyzetméteres raktározásra alkalmas csarnokot építenek. A beruházás a tervek szerint jövő májusra készül el, és egy újabb műanyag nyílászárógyártó üzemcsarnok megépítése is követheti. Az új üzletház és a hozzá tartozó raktárcsarnok megépítése, valamint a parkoló és a környező területek kialakítása van folyamatban. Az építkezésre a helyszűke miatt volt szükség. Az építőanyag kereskedelmi részleg az elmúlt közel negyed század során kinőtte azt a helyet, amely eddig rendelkezésére állt. Merényi Jakab ügyvezető szerint az a cég, amely fejlődni akar, az fejleszt, épít, beruház, megteremti az ügyfelek és a munkatársak számára megfelelő körülményeket. A főépületben többszöri terület bővítése próbáltuk a lépést tartani a korra, meg a dolgozóink elvárásaival, de mostanra kinőttük az épületet, és hát úgy határoztunk, hogy egy korszerű építőanyag kereskedelmi áruházat fogunk ide építeni, és akkor az egész kereskedésünk ide ki fog költözni, és a támogató terület dolgozóinak újabb
irodai lehetőséget tudunk biztosítani, és akkor komfortabb elhelyezéssel tudják ők is a hatékony munkájukat végezni. A beruházás a megadott ütemterv szerint halad. Balanyi László gazdasági igazgató úgy gondolja, jövő májusra már befejeződik a tervrajzokon látható épületek kivitelezése. Egy eladó és bemutató tér készül 900 négyzetméter alapterülettel és egy 300 négyzetméteres belső szintülettel, ahol irodák, tárgyalók lesznek, tehát összesen 1200 négyzetméteres beépített szintülettel, és mellette pedig egy 750 négyzetméteres raktár, ahol elsősorban építőanyagokat raktározunk, de a szerszám nagy kereskedésünknek is lesz lehetőségeit, illetve egy része fűtött lesz, ahol festékkeveréssel, vakolatkeveréssel tudunk foglalkozni, illetve fagymentes árukat tároljuk. Emellett kiegészítő építmények készülnek, tehát utak, parkolók az utcafronton is, illetve a belső térben, és fedett, térkövezett külső tárló terület. Tehát összességében közel 12 000 négyzetmétert érint az jelen építkezés. Az építőipari kivitelezés mellett az építőanyag kereskedelemre is egyre nagyobb hangsúlyt fektető Merkbau jelentős önerő biztosításával vágott bele ebbe a hosszú távú projektbe. Némi munkahely teremtése fog járni, csempeszanitár termékkörben, nyílászáró termékkörben szeretnénk bővíteni a kínálatot, és ez létszámbővülést is jelent. Előzetes becsések alapján 750 millió forint lesz a beruházásnak a teljes bekerülési összege, ezt saját erőből, illetve banki hosszúlyátú beruházási hitelből fogjuk finanszírozni. A cég kiskunhalasi telephelyén az elmúlt években ezen kívül három új csarnok is épült. Ezt a tervek szerint egy további üzemcsarnok követheti majd. Egy betonacél gyártó szerelő üzemet építettünk, egy lakatos üzemet építettünk, egy logisztikai raktárt építettünk, és még újabb terveink vannak, műanyag nyílászáró üzemet akarunk építeni, és hát itt mindenhol olyan termékeket gyártunk, amik a kivitelezés során szükségünk van, és hogy az élő munka minél kevesebb legyen a helyszínen, itt kívánjuk ezeket elkészíteni, és úgy gondoljuk, hogy munkaerő vonatkozásában jó szakembereket ezen a környéken még könnyebben találunk, mint egy nagyvárosban. Ma ülésezett utoljára a Kiskunhalas város képviselő testülete ebben a felállásban. A napirend előtti hozzászólások sorában több önkormányzati képviselő felidézte az elmúlt 5 esztendő legfontosabb történéseit. Alpolgármesterként és önkormányzati képviselőként most szólalt fel utoljára Farkas Dániel. Harcos, de az építkezések zajától hangos fél évtizedet hagytunk magunk mögött, mondta az alpolgármester. 17 esztendőnyi aktív politizálás után elköszönt Váradi Krisztián önkormányzati képviselő. 2002-ben kezdtem, 3 alkalommal egyéniben a választók bizalmából lettem a testület tagja. Nekik is köszönet jár, csak úgy, mint képviselőtársaimnak, akikkel együtt dolgozhattam a városért, tette hozzá a képviselő. A sóstói lakótelepen legalább 200 olyan ingatlan van, ahol átemelő szivattyúval kerül a szennyvíz a hálózatba. Egy jogszabályi előírás szerint ezeket a berendezéseket üzemeltetésre átveszi a Kiskunvíz Kft. A szolgáltató csak azokat tudja átvenni, melyek megfelelnek a mostani műszaki előírásoknak. Van, ahol bizony tízezrekbe kerülnek a szükséges módosítások. A mai képviselőtestületi ülésen döntés született arról, hogy az érintett ingatlan tulajdonosok egyfajta kompenzációt, önkormányzati hozzájárulást kapnak a költségek fedezéséhez. Itt a sóstói lakótelepen jelentkezik legkoncentráltabban ez a probléma. Itt a szennyvizet egy átemelő szivattyúval juttatják a csatornába. Az új szabályozás szerint a szolgáltató átveszi ezeket működtetésre. Ezt csak abban az esetben tudják megtenni, ha az aknák megfelelnek minden előírásnak. Volt, aki már átadta, míg máshol kiderült, további költségek is felmerülnek. Mivel ezek az egységek, ezek az ingatlan tulajdonosnak a vagyonát képezik, az, hogy abban megfelelő műszaki állapotba hozza,
az lehetséges, hogy szivattyú cserével jár, lehetséges, hogy egyébként magát az átemelő műtárgyat is meg kell, vagy ki kell cserélni, illetve az is lehet, hogy sajnos a berendezés, az érintésvédelmi részét is meg kell oldani. Ez viszont igen, sajnos pénzben kerül. Tehát a szolgáltató akkor jön a képbe, amikor ezeket a felújításokat elvégezte a fogyasztó, onnantól kezdve átveszi a szolgáltató üzemeltetésre, és onnantól kezdve már nem kerül pénzbe a fogyasztónak, ugyanis a szivattyúknak a karbantartása, a hiba elhárítása, az már a szolgáltatási díjban benne foglaltatik. Juhász György önkormányzati képviselő többször egyeztetett ezügyben a szolgáltatóval és az érintett lakosokkal. Készült egy testületi előterjesztés, ezt a polgármester vitte ma a képviselőtestület elé. A pozitív döntésnek köszönhetően önkormányzati hozzájárulást, valamint kompenzációt kaphatnak a sóstói lakótelepen élők. Egy egységes átemelő szivattyú kerül beüzemelésre mindenhol, hogy kerülhet beüzemelésre mindenhol, és ehhez 40 ezer forinttal kell hozzájárulnia a háztartásoknak. Az e fölötti részt azt az önkormányzat fizeti meg. Ez közel 100 ezer forint értékű berendezésről van szó. Magát az aknát azt továbbra is a háztartásoknak kell használhatóvá tennie, vagy biztonságosá tennie, az áramot olyan formán oda jutatni, hogy az megfeleljen a mai szabványoknak. Továbbá része az előterjesztésnek az is, hogy azok, akik már átadták üzemeltetésre a berendezéseiket, és megtették saját erőből a beruházást ezeken a berendezéseken, 69 háztartásról van szó, ők pedig kompenzációként visszakapnak ugyanannyi összeget, amely támogatásként az önkormányzat ad ezekhez a szivattyúkhoz. Az érintett ingatlan tulajdonosoknak 2020. december 31-éig kell átadniuk üzemeltetésre a berendezéseket, eddig jár nekik a kompenzáció. Figyeljenek a házi állatokra, megkezdődik az ebzárlat és a legeltetési tilalom. A rókák veszettség elleni vakcinázása idén ősszel sem marad el, ezért az előző évek gyakorlata szerint ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe az érintett térségekben, így Halason és környékén is. A repülőgépes vakcinázás október 5-től zajlik majd a déli és keleti megyékben. Erre a programra a betegség megelőzése érdekében van szükség, a veszettség ugyanis a vadon élő és a házi emlős állatokra egyaránt veszélyt jelent. Házi állatok esetében a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák esetében pedig ajánlott, áll a Nébih tájékoztatójában. Szőlőt préseltek, mustot kóstoltak, kézműves termékeket vásároltak gyümölcsért cserébe. Idén is élénk érdeklődés mellett rendezték meg a Bóbita óvodában a születi mulatságot, ahol a gyerekek mindent megtudhattak az őszi időszak népszokásairól, hagyományairól. Nagy volt a nyüzsgés a Bóbita óvoda udvarán, idén is élénk érdeklődés mellett rendezték meg szeptember végi hagyományőrző programjukat. Az óvoda udvaron most éppen az aprók vására zajlik, amit most már hagyományként van itt a Bóbita óvodában évek óta. Népi kismesterséges mesterséggel kapcsolatos játékokat, eszközöket készítenek a gyerekek az óvónőikkel együtt, és ezt lehet megvásárolni itt a gyerekeknek egy-egy gyümölccsel. Tehát kettő darab gyümölcsöt hoznak, azzal fizetnek, ilyen cserekereskedelem, és ő pedig visz haza valami kis portékát. Mindig kidobolóval, vásári kidobolóval kezdődik ez a programunk. Utána táncház van, ami most is nagyon nagy sikert aratott, és most pedig zajlik, itt a gyerekek vásárolnak, kinek mi tetszik, körbenéznek, és ami neki megtetszik, az pedig megvásárolja a gyümölcsért. A kicsik egész délelőttje a hagyományőrzés jegyében telt, a kis kosarak hamar megteltek kézzel készített portékákkal. Vettem ilyet, ami még nem tudom, gyertyát, pókot, kékkötőt, sünit, teknőst, pillangót, és ennyi. Hogy érzed magad itt az udvaron? Miért jó ez a program? Tetszik a zene, meg jó kis boltok vannak, jókat tudtam vásárolni. Az óvoda udvarán lehetőség nyílt szőlőpréselésre és mustkóstolásra is. Kimentünk születelen gyerekekkel, szedtünk szőlőt, bizonyos mennyiségűt, ja, és akkor
innentől kezdve kezdődött az ünnep, a tánc, minden, mind meg ledaráltuk, és akkor gyerekek ittak mustot, innentől kezdve mind megmutattuk mindent, hogy hogy működik egy gazdasági dolog, hogyha ők is majd ezt elérik, és akkor darálnak, mustot csinálnak, vagy bort, vagy akármit, ők döntik el majd a jövőben, hogy mit akarnak. A nap végén a kisfiúk és kislányok büszkén számoltak be egymásnak arról, hogy mit sikerült beszerezniük a miniatűrvásárban. Vettem ősziképet, meg táncoltunk is, meg a barátaimba vásároltam a boltba, meg még volt olyan, amit elfogyott, és meg akartam menni, akkor én más vettem, és vettem még karkötőt, meg pókicát, meg még lepülőt. A program végén az ovisok dobszóra vonultak vissza termeikbe. A szabadságharc egyik legjelentősebb ütközete volt 1848. szeptember 29-én a Pákozdi csata. Ennek emlékére Halason szeptember 27-én pénteken tartanak ünnepséget a Szabadság téren a Gábor Áron szobornál. Ahogy az már hagyomány, most is a Felsővárosi Általános Iskola diákjai adnak műsort. Az iskola a Gábor Áron tüzér laktanya bezárásakor vállalta fel ezt a feladatot, és azóta minden esztendőben tartanak itt megemlékezéseket. Az ünnepség holnap délelőtt 10 órakor kezdődik. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Borotai drogfogás. A 29 éves férfinél többféle kábítószer gyanús anyagot találtak a rendőrök. Szűkös volt már a hely, így nagyobb eladó és bemutató teret építenek. A Mertbau halasi telephelyén jövő májusra készül el az új üzletház és raktárcsarnok. Hozzájárulást és kompenzációt kapnak azok, akiknél átemelő szivattyús a szennyvízrendszert. A támogatás mértékéről a képviselőtestület döntött. Préseltek, táncoltak, szüreti mulatság volt a Bóbita óviban. Kedves nézőink, a folytatásban az időjárás előrejelzést hallhatják, majd a napi mozaikban Zsellér Ágnes koncertjéről mutatunk egy részletet. A folytatásban 7:30-kor szintén a kultúrája a főszerep, Fehér Erika már itt van a stúdióban. Kérdezem tőled, mi lesz a kultúrkép mai választéka? Különböző zenei stílusok, képzőművészet és ezek egymásra hatása adja mai műsorunk fő irányvonalát. Köszöntöm a kedves nézőket, szia! Falusi Marian örökzöld slágerekkel érkezett Halasra. A zsinagógában jazzes dallamokkal ötvözték a hagyományos jiddis énekeket. Rabkovács Éva festményeire pedig Bartók Béla zenéje volt hatással. Vendégemmel Szakál Laurellal az őszi tárlatról, a készülő Halas történeti könyvről és a Berki galériáról beszélgetünk, de programokat és olvasmányt is ajánlunk. Ez mai kínálatunk, tartsanak velünk! Erika, köszönöm szépen a rövid ajánlót. Kedves nézőink, friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Szép estét, viszontlátásra!